25 éve lépett először közösen színpadra Aradi Tibor és Varga Ferenc József. Megkértek minket a helyi szervezők, hogy tényleg nagyon röviden, de vezényeljük le egy ünnepséget, ugyanis a városnak ma nagy napja van. Itt felépítettek mellettünk egy létesítményt, amit most át fogunk adni, egy emléktáblát fogunk leleplezni, és államtitkár úr el fogja mondani pillanatokon belül az ünnepi beszédét. Mint ahogy azt már Koszorús nagy költő, nem, Kossuth Lajos. Koszorús nagy költő, Kossuth Lajos is megmondta, hát kérem, ugye, mit mondott Kossuth? Mit mondott Kossuth, ugye? Kérem, mit mondott Kossuth? Mit... Ipar nélkül a nemzet félkarú óriás. Iparkodjanak, mint egy félkarú órás. Varga Ferenc József a riportot töredelmes vallomással kezdte. Hát egy borzasztó volt, mi ilyet nem gondoltunk róla, hogy ő ilyet csinál. Mert mi nem tudtuk, hogy ő ilyen elvetemült ember. Őt itt a faluban mindenki úgy ismerte, hogy egy nagyon rendes ember. Mindenkinek köszönt, kérem szépen, én nem tudom, hogy mi történt, és hogy ezt a tömét csinálta. A humoristák nem panaszkodnak, hiszen egész évre telített a naptáruk. Sok fellépésünk van, sokfele hívnak minket. Eredményesnek mondható a nyár, úgyhogy gyakorlatilag nem győzzük letenni a telefont. Meg az e-mailekre a válaszadást sem győzzük. Örülünk a fellépéseknek, sokkal kevesebb van, mint régen volt. A pandémia óta jóval kevesebb van. De azért nem panaszkodom, mert van de azért jelentősen keresztbe tett ennek a műfajnak ez. De azért élünk, és most is itt vagy, most is fellépünk, úgyhogy ez még mindig egyel több, mint a nulla. Az előadáson a közönség nevetőizmai nem pihentek. Hölgyeim és uraim, nagy szeretettel köszöntöm Önöket itt Bázakeretjén. Marcel. A Bázakeretjétől mindössze 1 kilométerre levő Marcaliban, hogy egy... Bázakeretje nem itt van, hogy egy szép új csirkefeldolgozó üzemet avathassunk. Fonalgyárat. Hamarosan megérkeznek a csirkék, hogy tollukból szép színes fonalat készítsenek a gyár férfi dolgozói. Itt csak nők dolgoznak. És amíg a nők dolgoznak, addig a férfi munkaerő is kihasználásra kerül. Hála kormányunknak 500 új munkahelyet létesítettünk. 500 embert leépítettek. És leépítettek is hamarosan munkába állhatnak, ráadásul duplájára emelt bérért. Fele annyi tápénzt kapnak. A csirketáp fele annyiba kerül. A 90 perces műsort zenés paródiák tették változatossá. Aradi Tibor és Varga Ferenc József tévés és rádiós produkciókban is feltűnnek, ahol a humor kapja a főszerepet. De tegyünk egy próbát, jó értékesítés. Próbálja meg nekem például eladni ezt a hamutálat itt az asztalon. Szia, uram! Jó hamutál, nem érdekel. Vegyél egy jó hamutál, nem érdekel. Nem érdekel. De eredeti, nem lopott. Nem. Ajándékba adok hozzá a gyönyörű szép neobarok bilit, már maga Mária Antoalett is ebben mutyrázott. Nem érdekli? Na jó, most fordítsuk meg a szituációt, vegye meg tőlem a hamutálat. Főnök, hamutál mennyi? 2500 forint. És ha nem mutál? A rajongóknak jó hír, hogy a 2017-ben elindult saját tévéműsoruk, az Aradi Varga Show folytatódik. Lesz ősszel, készítünk majd új műsorokat, úgyhogy indult tovább. Hát nem tudjuk, hogy mikor az ATV-n, akányszor oda kapcsolok, mindig mi vagyunk, úgyhogy nem tudom, hogy fogja észrevenni a közönség, hogy éppen új műsor van. Azt tudom, hogy ősztől 21 óra 25-re kerül a műsorunk, tehát egy órával később kezdünk, mint szoktunk, előttünk a Bocskor műsor lesz, hogy... Nem tudom, majd fölveszünk most már lassan új műsort, mert már itt az ideje, úgyhogy jó is, hogy mondom, megkérdezem a gyártást, hogy akkor menjünk-e be dolgozni, vagy sem. De lesz, biztos, hogy lesz. Munkájuk elismeréseként mindketten megkapták a magyar humoristák két legnagyobb díját, a Bonbon díjat és a Karinti gyűrűt. Mit csinált egészen eddig? Jöttem ide, mit csinált?
Mi volt az eddigi foglalkozás, akkor így kérdezem. Business Controlling Manager. Melyik cégnél? A Horváth Kalman és társa, ZRT-nél. Ki? Na jó, tessék, ki az a Horváth Kalman? Én. Sejtettem. Mi lett a céggel? Eladtam. Aha, kinek? Nem tudom, a Lehel piacon találkoztunk. Én odaadtam neki a ZRT-t egy nylon szatyorba, adott érte 43 000 forintot, meg egy használt iPhone Galaxy-t, aztán elváltunk mind a Hajdú Péter. Hát itt Dióhéjban ez a cégnek a sikertörténete, ilyen konzorcium volt az acskóban. Nézze! És hogy mit hoztak a marcili közönségnek? Friss levegőt, és hát gyakorlatilag ebben a hidegben muszáj. Az emberek mindig mondják, hogy zárt helyen legyen a fellépés, mert nagyon fázunk. Hogy mondjam, azt mindig látom, hogy Tibike mit csinál, mert szeret belebeszélni a darabba olyanokat, vagy tehát az előadásba olyat, amit én nem. És ő meg ugyanezt mondja majd rólam. Tehát valahogy mi egymást meglepjük, és akkor meg már a közönséget is. Arra is választ kaptunk, hogy lesz-e pihenésük a nyáron. Hát azt nem tudom, én már most pihennék, de mindjárt összeesek ettől a melegtől. Nem, nekünk nincs ilyen, hogy pihenés, mi nyáron dolgozunk a legtöbbet, úgyhogy majd szerintem ősszel fogunk pihenni, vagy télen, vagy nem tudom, valamikor pihenünk egy kicsit. Pihenni most tudtunk, mert leültünk itt egy kis székre, de nem, nem tudom, hogy Tibike mennyit jár a Balatonra, én inkább külföldre szeretek járni, de inkább maradok Újpesten. Reményekben gazdag, jó éjszakát kívánunk! Jövőre, ha hívtok, ha nem jövünk.